kap egy frekvenciát a Möbius, elkészül a Möbius rádió. Ez egy óriási dolog szerintem. Csodálatos. Ti feleltek mindenért. Aján. Rakjátok már össze, hogy így hogy nézne ki ez a rádió. Möbius rádió, rendben van. Három percet. Három percünk van. Én szeretném, hogy minden délben leadnák az István a királyt. Műzikert az egészet. Délben. Milyen hosszú? Nem tudom. Három óra körülbelül. Lehet? Megbeszéltük? Legyen? Én nagyon szeretném az István a királyt. Reklámokkal együtt, és akkor egész délután csak István a királyt. Csak magyarul szabart, hogy ne legyenek reklámok. Ne legyenek reklámok. Nyilván az pénzeli a rádió. Hát igen. Akkor mi betartjuk fel a rádiót? Ki lesz a mecénásunk? Hát... telefonkönyveket elő. Ilyen Möbius rádió reklám legyen benne. És csak Möbius, az reklám, Möbius rádió. Csak egy oldalunk van. Nem tudom. Rossz matematikus folyénok. Vagy akkor olyat kell Möbius, és akkor, hogy mobilon is lehessen foly, és akkor Möbilon is lehet fogni. Möbilon. Jó, jaj, csodálat, tetszett. Kis állat a számoló. Mindenki elmondja a hadsállatának, hogy itt a beletelefonálni. Vagy csak olyan hírek lehetnek, hogy a világon melyik állatkertben milyen kis állat született. Ó, yes! Ez csodálatos. Ez csodálatos, ez lenne pont az István a király előtt. De akkor el sem tippelni, és hogy 1000 forintot egy kis elefántra. Oké, lehet licitálni. Oké. Én szeretnék ilyen falusi apró hirdetés rovatot. Társkereső. Falusi társkereső. Eladó mangalica. Jó, oké. Jazz. Csak jazz. Jazz. Mondj valamit! Mondjak! Koncertajánló. Koncertajánló? De milyen de. Koncert? Jaj! Ilyen örmény, vagy amilyen tökre nem ide passzol. Örmény, örmény koncert. Azért koncert. Hogy úgy megszabni a koncert ajánlót, hogy megnézi Facebook oldalakat, és mit tudom én, 5000 like alatti zenekarnak a legjobb fennünk. És éjszaka pedig az István a király után egészen reggel 7-ig csak pempős zene szólna. Legpempő. Úristen, éjfélkor a békák pempekednének. Möbius rádió épület, mert lenne egy ilyen épületünk, udvarában lenne egy ilyen kis halastó, és ott békák. Brékek. Vagy maga az épület egy béka lenne. És a két yes. szemében lenne kettő ilyen stúdió. És a zenekar egyik fel az egyik felébe, a másik fel a másik felébe lenne, és így lenne között egy ilyen átjáró, ahol át tudnánk egymáshoz járni. És amikor menne a felvétel, akkor így pirosan világítanánk. Yes! és technoparti szólnak. Igen, jó, oké. Az mindennek volt, nem? Na, kezdjük bele. Mivel? FM 42.8 Möbius. Brek. Wow. Ennyi lenne az egész. Ez jó. Oké. Okay. Minden megvan. Hú. Te leszel a Gergő. Gergő. Szervusz, Gergő. Bora vagyok. Tudod, ki vagyok, ugye? Halló. Hallottad, hogy felléptünk a Rock-szigeten? Nem. Hát akkor most hallasz róla? Itt élőben a Möbius rádión 42.8. Wow. Ki volt a kedvenc tagod a zenekarból? A másik Gergő. Értem, melyik volt a kedvenc dalod, és idéz belőle? Mindegyiket utáltam. Wow, nekem a kedvenc dalom abból az időszakból a hajnal volt. Színek az égen megjelennek, elterülnek. Igen, ezt a másik gitáros írta. Igen, ezért szeretem annyira. Hát, köszönjük Gergő, hogy a mai adásunkban fogadhattunk téged. Nagyon örültünk, hogy a zenekar tagja voltál 2018-ig. Mikortól? Nem tudom. Végtelen időt. Szóval köszönjük szépen, hogy megadtad a lehetőséget, hogy aztán Bora belépjen, és a Möbius tessen. További szép napot kívánunk neked, és 5 perc múlva kezdődik az István a király. Yes. Yes.